A hőmérséklet az elmúlt napokban több helyen is a 40 fokot közelítette, van, ahol el is érte. A nagy hőségben segítséget nyújthatnak az önkormányzatok, különböző szervezetek is. Szekszárdon már az első forró nyári napok előtt felkészültek a kánikulára. A szokásos párakapukat elhelyeztük azokon a helyeken, ahol már a szekszárdiak a korábbi években is megszokhatták. Három ilyen párakaput tudunk üzemeltetni minden évben. Ezek a Garai téren, a rendelőintézet környékén, illetve a Babits Mihály Művelődési Központ és a Művészetek Háza közötti területen megtalálhatók. A Garai téren vízosztással is segítenek az arra járóknak. Ezt, hogyha van, úgy, ahogy most is vannak diákmunkásaink, akkor ők végzik, hogyha nincs, akkor pedig a közterület felügyelők segítenek, hogy azok, akik menet közben esetleg megszomjaznak, vagy csak felfrissítenék magukat, azok ezt meg tudják tenni. A nagy hőségben, ha valaki teheti, inkább maradjon otthon, azonban ha erre nincs lehetősége, akkor ki tudja használni a különböző légkondicionált bankfiókok üzletek helyiségeit is. Ezen bírom. Folyik rólunk a víz. Ez az afrikai hőség, ez igazából nem is a fehér embernek való. De annyira kizökkentették a földet már a sarkából, hogy tényleg, hogy az írás mondja, csak tél van meg nyár. Vannak olyan ötletek, amivel azért ezt könnyebbé tehetjük, hogy akár éjszaka is, vagy napközben is, de többször zuhányzunk, rengeteget iszunk, az azért sokat segít, és hát nyilván a tűzönapban nem jövünk ki az utcára, csak a feltétlenül. Száj, de én nagyon szeretem a meleget. Vízparton a legjobb. A harmadfokú hőségriasztás vasárnapig van érvényben hazánkban.